akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik. De Brüsszelből egészen biztosan. Emlékezetesnek nevezte győzelmét Orbán Viktor, aki szerint úgy sikerült megvédeni Magyarország függetlenségét és biztonságát, hogy közben a legnagyobb túlerővel küzdöttek. Az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött, és azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Fogunk majd nyilván okos és árnyalt elemzésekről beszélgetni ma este, de először a szubjektív érzésekre lennék kíváncsi. Ki, hogy feküdt le vasárnap este, látva ezeket az eredményeket? Én nagyon korán lefeküdtem. Én 10 órakor már láttam, hogy itt nincs értelme fennmaradni és tovább izgulni, úgyhogy... De izgultál? Tessék? Izgultál? Tehát úgy ültél le, hogy ebben benne van az, hogy... Így van. Hogy akár győzhet az ellenzék, akár, vagy így van, így van. Én volt egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, volt egy ilyen déjà vu érzésem a 2002-es választások. Akkor is ilyen volt a véghajrá, mondjuk háború nélkül természetesen, és volt egy olyan érzésem, hogy most egy ilyen átfordulás lehet. És amikor jöttek az első eredmények, biztos emlékeztek rá, hogy szinte egyszerre ömlött egyenes adásba, tényleg is láttam a különbségeket, és akkor azt mondtam, hogy ennek vége. Az az igazság, hogy én már az adás elején sem bíztam, tehát bennem nem volt ez az érzés, viszont természetesen a mértéke nagyon megdöbbentett a végén. Nem is néztem televíziót. Most tudom. Egész mással voltam elfoglalva, kicsit hasznosabb dologra tudnék. Arra gondoltam, hogy úgyis megtudom az eredményt reggel, amikor fölkelek, tehát olyan nagy differencia nem lesz. Olyan borzasztó nagy izgalom nem volt bennem. Azt nem mondom, hogy nem vártam az ellenzék jobb teljesítményét, természetesen vártam, de most ettől a körmömet nem rágtam le izgalmamban. Hát a győzelmi esély az nem volt benne? Az szerintem nem, de az ilyen irányú a Fidesz győzelem sem, szerintem. Én vereséget vártam egészen úgy péntekig, akkor elkezdtem azt hazudni magamnak, hogy ez még akár szoros is lehet, és még akár ha a egyéni választókörzetekben olyan eredmény születik, akkor még talán egy szoros ellenzéki győzelem is összejöhet. Hát arra semmiképpen nem számítottam, hogy ilyen kétharmados söprés lesz. Aztán elég hamar számomra is nyilvánvalóvá vált, hogy milyen eredmény fog születni. Engem megrázott, hogy őszinte legyek, és vagy éjjel kettőig olvastam egy regényt egyébként, az mindegy, de azért, mert nem tudtam elaludni, és viszont cserébe reggel 6-kor már fölébredtem. Szóval én úgy hosszú távon végig gondolva ennek az összes következményét, igazából ettől lettem rossz kedvű. Mert? Más a negyedik kétharmad, mint mondjuk a harmadik volt? Szerintem igen. Egyrészt az a harmadik az már nagyon billegő kétharmad volt, de én inkább azt látom egy problémának, hogy az ország nagyon határozottan megy egy irányba, és én ezt nagyon rossz iránynak tartom, és hosszú távon is nagyon rossz iránynak tartom, és csak gondoljunk bele, hogy, és nem arra, hogy egy évvel ezelőtt beszéltünk-e nem váltó műtétre, mert soha, sehol. És ezt csak azért mondom, hogy így születnek azok a politikai termékek, amiknek a végén az ország egyik fele gyűlöli és rühelli a másik felét. Ennek aztán van egy olyan következmény, hogy az ország egészének a teljesítményét fogja vissza. Ennek meg lesz egy következmény, hogy a gyerekeinkre, unokáinkra egy megosztott, egymást gyűlölő, fejlődni képtelen országot hagyunk rá. És ez rossz, és ebbe az irányba tettünk már megint egy lépést. És hát nem csak ez. Hát, lehet, hogy a Holdról nem látszik, de a Marsról viszont igen, hogy milyen gazdasági helyzetben van az országunk. És én elhiszem, hogy egy győztes párt vezetőjeként nagyon lehet örömködni, ez természetes dolog, de egy komoly politikus azért előnézi egy picikét a jövőbe, és látja azt, hogy hol vagyunk most. Kezdve az inflációtól, kezdve a GDP arányos adósságon, át a egyéb kiadások
amik nem tudom, hogy miből lesznek fedezve, nem csak a jogállamisági, hanem a megfeleltetési mechanizmus beindítása. Szóval azért van itt probléma, és az elkezdő 4 évben lesz itt probléma, nem kevés. De, és akkor még egy dolog, de ez egy személyes, tehát miniszterelnökünk nagy győzelmi mámorában lekommunistázta, akik nem rászavaztak. Kikérem magamnak. Hát ez ugye már a vasárnapi mozgósítás során ott volt a posztján, vagy a kommunisták. Kikérem magamnak, hogy ő vagy ők engem lekommunistázzanak. Egyetlen egy érdekes dolog volt ezen a héten, amire én nem számítottam. Mégpedig az, sok emberrel beszélgettem, több, azt mondom, hogy a Fidesz belső köreihez közel álló üzletemberrel és vagy politikussal is, és meglepett, hogy többen azt mondták, hogy ez a kétharmados győzelem a Fidesznek is nagyon rossz. Ők személy szerint nagyon aggódnak, és itt ügyvéd úrhoz csatlakoznék, aggódnak a jövő miatt, és aggódnak amiatt is, hogy ez a kétharmad olyan cselekedetekre, olyan lépésekre hatalmazza fel, idézőjelben persze, a kormányt és a kormányfőt, ami az országnak és nekünk, mindnyájunknak rossz lesz. Már hogy az önkontroll hiányát fogja erősíteni. A teljes önkontroll eddig se jellemezte a kormányzatot, de hogy ezután, egy ilyen győzelem után mit gondolnak, hogy mit tehetnek meg az országgal, és mit nem, hát súlyos kétségeim vannak. Ugye a gazdasági helyzetről egyébként már a választási hajrában is beszélt Orbán Viktor, hogy itt gazdasági válság jön, talán egy pénteki rádióinterjúban mondta, és a szerdai nemzetközi sajtótájékoztató meg konkrétan kitért rá, hogy megszorítás olyan nem lesz, ami érinti az embereket, de mondjuk a multikat megadóztathatják újra. Erről majd fogunk részletesen beszélni, de valamit tudunk arról, hogy ez milyen irányú fideszes kormányzás lehet a mostani kétharmad után? Be lehet ezt tőni? Hát azt nem tudom, hogy be lehet előni, de amit mondtál az előbb, tehát ez az egész beszéd, ez egy ilyen extrovertált felszabadultság, aminek mindenféle alapján csinál, azért egy győzelmi... Azért a negyedik kétharmad után már hadd örüljön. Hát, hogy ez jó, lehet, hogy én másképpen szoktam örülni, és magamból indulok ki, tehát ezt én elfogadom, de egyébként én arra gondolok, hogy azért ez a beszéd, tehát most ugye csak egy rövid részletét vettük ki az egészbe, tehát azért az nem egy úri beszéd volt, amelyikkel az ember a győzelmét, tehát örül annak, hogy sikerült győzni, és sokkal inkább mindaz, amit az előbb elmondtál, hogy egy ilyen megosztó, inkább az ellenségeskedéseket felerősítő, tehát egy ilyen harcra hívó. Állandóan nekem az a baj, amit mindig harcra hívnak, én nem szeretem, én sose szerettem se a háborút, se a harcot, tehát én egy békeszerető humanista vagyok, és egyáltalán nem rajongok azért. És ő a békeüzenetével nyert? Nem, azzal nyert, hogy megijesztett mindenkit azzal, hogy majd háborúba megyünk, ami nyilván tűk, hogy nem igaz, tehát nem a béke, hanem a háború, mert ez a kimaradás, ezt mindenki tudja, hogy ez sajnos ebben a formában természetesen nem ő rajta múlik. Én nem azt mondtam, hogy ez nem cél, hanem ez nem ő rajta múlik.